Üdvözlöm a nézőket, a Napszemlét látják, nézzük a híradónk fontosabb témáit. Nagyon sok változással új tanév kezdődött ma, a 2022-2023-as oktatási év 36 tanítási hétből fog állni. Evangéliumi és történelmi események példájára bátorságra bíztatta a híveket Böjte atya a Tatárdomnál. A Gyergyói Hoki Klub nyerte meg a Gyilkos-tó kupát, amit az elmúlt hétvégén tartottak Gyergyó-Szentmiklóson. Új tanév kezdődött ma. A 2022-2023-as oktatási év 36 tanítási hétből áll, és 2023. június 16-áig tart. Rengeteg változást hoz a pedagógusok és gyerekek számára, teljesen új tanévszerkezettel kell szembenézniük. Külön szerveztek iskolanyitó ünnepséget a Fogarasi Mihály Általános Iskola előkészítőseinek. 3 osztálynyi kisgyerek sorakozott fel a tanintézmény udvarán, akiket az aligazgató köszöntött. Tudom, hogy nagyon vártátok, hogy iskolások lehessetek. Gondolom, izgatottan ébredtetek fel, az is lehet, hogy elaludni is egy kicsit nehezebben ment, de nem csoda, hiszen életetekben új szakasz kezdődik. Az iskolás élet, amely sok-sok kalandot ígér. Kinőttétek az óvodai kis széket, kis ágyat, és tudjátok, a potyogó fogacskák is jelzik, hogy most már iskolaérettek vagytok. A mai naptól kezdve nagyon sok izgalmas dolog vár rátok, hiszen a betűk és a számok birodalmába érkeztetek. A táska, a tolltartó kincsei, és a színes tankönyvek titkai lesznek ezentúl a kísérőitek. Kíváncsian, örömmel, esetleg lehet, hogy feszengve, kicsit bizonytalanul várjátok a következő időszakot. De mondom nektek, nem kell félnetek. Az előkészítősök fogadalmat tettek, vállalva a szorgos tanulást és a szabályok betartását. Szintén kiemelt figyelemben részesültek a 9-esek a Salamon Ernő Gimnáziumban. Nagyobb társaik vezették be őket az iskolába, majd nekik is fogadalmat kellett tenniük. A gimnázium igazgatója köszöntötte őket. Kedves 9-esek! Már túl vagytok az első osztályfőnöki órán, a Salamon Ernő Gimnázium beavatottjaivá lettetek, immár salamonosok vagytok, és kívánom, örüljetek ennek, mert sok szép élményben lesz részetek. A 4 év hamar el fog telni, kérdezzétek meg a végzősöket, ezért arra bíztatlak, hogy használjátok ki az iskola által biztosított jó lehetőségeket, rendezvényeket, ünnepi alkalmakat, osztálykirándulásokat, a diáktanács eseményeit, egyszerűen a jó hangulatot. De persze ne felejtsetek el tanulni sem. A 2022-2023-as tanév 36 tanítási hétből áll. Kivételt képeznek a 12. osztályosok, illetve az esti tagozat 13. osztályos diákjai, akik 34 héten átjárnak iskolába. Számukra 2023. június 2-án zárul a tanév. A 8-osok 2023. június 9-én zárják majd a tanévet, amely esetükben 35 tanítási hétből áll. Az új tanév 5 tanítási modult és 5 vakációt foglal magában. Az első modulban 2022. szeptember 5-e és október 21-e között tanítás, majd 2022. október 22-e és október 30-a között vakáció lesz. Az idei pótérettségi óvások elbírálását követő végleges eredményei szerint a résztvevők 35,4%-ának sikerült a vizsgája, ez csaknem 3%-kal jobb arány az első eredmények után közöltnél, és 2,5%-kal jobb a tavalyinál, jelentette be szombaton Sorin Câmpeanu oktatási miniszter. Ez az arány a legjobb a 2009 óta eltelt években szervezett őszi érettségi vizsgák viszonylatában. Az óvások elbírálása után a 821-jel 10.092-re nőtt a sikeresen vizsgázók száma. A Gyergyószárhegy határában levő Tatárdombi emlékmű és a szomszédos kupolás szertartási emelvény az a hely, ahol minden évben megemlékeznek az 1658-as tatárdúlás sikeres visszaverésére, az ott elesett hősökre. Ugyanakkor az ott elhangzó faház a gyerekekért és a pedagógusokért is szól, hogy megerősítést kapjanak a közelgő tanévre. Nem vagyunk cukorból vagy üvegből, meg tudjuk csinálni. Ezekkel a gondolatokkal indította a tatárdombi hősök előtti tisztelgést és a tanévkezdésre erőt adó szentmisét Böjte Csaba ferences rendi szerzetes szeptember 3-án. A szentmisét celebráló atya arra bíztatta a jelenlévőket, hogy ne torpanjanak meg a nehézségektől. Elmondta, hogy döntéseket kell hozni, urai kell legyünk a tetteinknek. Meglátása szorosan kapcsolódott az oktatáshoz, a tanuláshoz, melyről a tanévkezdés apropóján beszélt. Nem sodródik az ember, nem, mit tudom én, egy patakba hullott száraz falevé, hogy odavigye a víz, ahova akarja. Te magad kell az életedet a kezedbe vegyed és irányítsad. És másfelől nem csak a döntéseinknek, vágyainknak, terveinknek kell ura legyünk, hanem a tetteinknek is. Hogy amit eldöntöttünk, azt vigyük jó végre. A mi Urunk Jézus Krisztus ugye mennyei atya szólt neki, fiam, nézd, ezek az emberek itten duzzognak, háborúznak, adják, veszik egymást a piacon, hát meg kéne tanítani nekik a szeretet parancsát. Megbeszélte a mennyei atyával, na hol az a világ, váltsuk meg. Egy jó célt felvállal, nekiáll, megvalósítani. Kivitelezni. Karácsony éjszakáján közénk jött, 3 kg 20 deka, nem is volt szobatiszta. Fog ez menni, nem? És nem torpan meg. A szertartás keretében Böjte atya megemlékezett azokról a tatárdombi hősökről, az ő bátorságukról, kiállásukról, akik 1658. szeptemberében a Moldva felől betörő, 10-szeres túlerőben lévő ellenséget legyőzték. Őseink 1656-ban, amikor ugye a tatárok rájuk törtek, hogy ilyen szeptemberi nap volt, hogy milyen idő volt akkor, nem tudom. De gondolom, hogy nedves, rossz idő lehetett, mert ugye azt írja, hogy a mocsárba bele szorították a ködbe az emberek, ezeket a szerencsétlen, ők is ide vezényelték őket rabolni, pusztítani, és itt lelték a halálukat, és tisztességgel eltemették, és az egy szép dolog, hogy évről évre megemlékezünk róluk is, és imádkozunk az ő lelkük üdvösségéért is, és azokért a székelyekért, Ditróból, Szárhelyről, Remetéről, akik itt a környékről összegyűltek, és nem elbújtak a lyukba valamerre az erdő szélébe, hanem megvédték otthonaikat, gyermekeiket, asszonyaikat, családjaikat. A szentmisén a többéves hagyományokhoz ragaszkodva arról zenekar közreműködött. Kájon János gyűjtéséből régi templomi énekek hangzottak el. A szentmisét követően Gyergyószárhegy előjárói, valamint a környező települések, illetve megyei és országos tisztségviselők is tisztelektek a tatárdombi emlékműnél, és ennek jeléül kegyeleti koszorúkat helyeztek el a talapzaton. Az idei ünnepségen az összefogásért mondtak köszönetet. Erről szólt a délutáni kulturális program, ezt jelképezte az adomány fejében elvihető, megáldott mécses és a Fuss neki karitatív megmozdulás ismertetése is. A délután folyamán tartották a 4. Tatárdomb Ökölvívó kupát. A Gyergyó-Szentmiklósi Erdélyi Godakó Ökölvívó Sportközpont szervezésében lezajlott versenyen a Budapest Honvéd, Szeged, Kolozsvár, Marosvásárhely és Kiskunfélegyháza sportolói voltak jelen, valamint a sepsiszentgyörgyi és székelyudvarhelyi fiók egyesületek is képviseltették magukat. 15 látványos mérkőzés zajlott a ringben, a boxoló gyerekek és fiatalok kitettek magukért. A gyergyóiak különösen jelesen szerepeltek. A Gyergyó-Szentmiklósi Központ 6 sportolója lépett szorítóba, és mind a 6-on aranyérmet szereztek. 3 nap leforgása alatt a második szívátültetést végezték vasárnap a Marosvásárhelyi Szív- és érrendszeri és Transplantációs Intézetben. Az év eleje óta ez volt az 5. ilyen beavatkozás. A szív- és érsebészeti osztályt vezető Horáciu Sucu orvos elmondta, a Donora Bukaresti Egyetemi Kórházban kezelt és az agyhalál állapotába jutott 17 éves lány volt. A szívet katonai repülőgéppel szállították Marosvásárhelyre, és egy 53 éves helyi nő kapta meg. A beavatkozás mintegy 4,5 órán át tartott és sikerrel végződött. A Farkaslaki Tamási Áron Művelődési Ház adott otthont Hargita megye tanácsa szeptemberi rendkívüli ülésének. A kihelyezett ülés apropójául a hétvégén megrendezett 20. Farkaslaki Szenes Napok szolgált. Összesen 21 napi rendi pontot vitatott meg a Hargita megyei tanács múlt hétvégi soron kívüli ülésén, melynek a Farkaslaki Tamási Áron Művelődési Ház adott otthont. Az ülésen számos településnek sikerült összegeket kiutalni az áfából és a jövedelemadóból visszaosztott pénzekből, ezzel forrás biztosítva az önkormányzati beruházások folytatására, befejezésére. Ugyanakkor a megyei önkormányzat hitelvonaláról újabb összegeket hívtak le, így Hargita megye fejlesztései is folytatódhatnak. 10 udvarhelyszéki településnek nyújtottunk, biztosítottunk forrásokat, hogy beruházásaikat tudják folytatni, befejezni. Elfogadtuk, bevettük a hitelvonalból a lehívásra, 11. lehívásra a pénzt, ami azt jelenti, hogy Hargita megyének a fejlesztései, beruházásai folytatásra kerülnek, még akkor is, hogyha egyesek azt hitték, hogy megállítjuk a beruházásainkat, keressük a megoldást, hogy az útjainkat tudjuk megépíteni, és nagyon fontosnak tartjuk az együttműködéseket a helyi szinten, tehát kistérségi támogatásokat biztosítottunk, Pogányhavas Csíkban, Szent László itt udvarhelyszéken. Kovács Lehel, Farkaslaka község polgármestere örömét fejezte ki, hogy a megyei önkormányzat a települést választotta tanácskozása helyszínéül, ugyanakkor üdvözölte a község fejlesztése ügyében hozott döntéseket. 2 útszakaszról van szó, a Bogárfalvi útszakasznak egy részének a finanszírozása, illetve a Pálfalva Váraja 136 B-jelzésű útnak a továbbvitele, továbbfinanszírozása, hogy a munkálatok tényleg tudjanak jó ütemben tovább haladni. Azt látjuk, hogy az építő jól dolgozik, de hát pénz nélkül még a világ ő se csinálja, úgyhogy a mai döntések ezek nagyon fontosak voltak a községünk számára, hiszen 3 településünket érinti a 9-ből. Bíró Barnabotonda alelnök, az ülés helyszínének javaslója elmondta, a kihelyezett tanácsülések legnagyobb haszna, hogy ezáltal az önkormányzat tagjai testközelből ismerhetik meg a megyét. Ezeknek a kihelyezett tanácsüléseknek mindig az a legnagyobb előnye, vagy a legnagyobb haszna, hogy a helyi közösség nyilván részt vehet ezeken a testületi üléseken. Egyrészt lehetőségük van konkrétan direktbe feltenni a kérdéseiket a tanács vezetősége vagy a testületi tagok számára, illetve a testületnek is jó, hogyha egy-egy közösségbe kilátogat, és látjuk ott sokkal könnyebben, sokkal részleteiben behatóan megismerhetjük a közösségi problémákat, működést, azt, amire büszkék a közösségben, és azt hiszem, hogy itt Farkaslaka községben joggal van, amire büszkék legyenek a helyieknek. Az ülés végén a megye elnök biztosította a megye északi részének tanácsosait, hogy szeptember folyamán az északi térség települései is részesülhetnek az említett leosztásból. Új légijárat indul szeptember 5-től Marosvásárhely és Debrecen között. Az Aero Express Regional 30 férőhelyes kisrepülőgépi járatai kísérleti jelleggel hetente 3-szor kötik össze Budapestet Kolozsvárral, Debrecent pedig Marosvásárhellyel és Kolozsvárral. A jegyárok irányonként 40 és 90 euró között mozognak. Ugyanakkor egy héttel ezelőtt Kolozsvár-Budapest és Bukarest-Budapest járatainak indítását hirdette meg a román Airconnect légitársaság. A vállalat gépei október 15-től keddi és szombati napokon indulnak a Kincsesvárosból és Bukarestből Budapestre és vissza. A 68 férőhelyes repülőgép 1 óra 15 perc alatt teszi meg a Kolozsvár-Budapest és 1 óra 50 perc alatt a Bukarest-Budapest távot. Nyílt napot tartott a Szalvátor Alapítvány Gyergyó-Szentmiklóson. Mintegy 50 gyerek számára biztosítanak lovasterápiát, az eredményeket mindenki megcsodálhatta. Minden évben iskolakezdéskor nyílt napon szokta megmutatni a Szalvátor Alapítvány, milyen eredményeket ért el a lovasterápiára és hobbilovaglásra járó gyerekekkel. Ilyenkor köszönetet mondanak a gyerekeknek, a szülőknek és a támogatóknak is. Nekik köszönhető, hogy idén fedett pályán sikerült a bemutatót megtartani. A cél az, amit minden évben a gyermekeknek a megjutalmazása, illetve a programjainknak a lezárása, a keretek megadása, megtartása, és a köszönetnyilvánítás mindenki fele, a gyerekek fele, a támogatók fele, a gyerekek fele, és persze a szülők fele, akik nem utolsó sorban ők is nagyon fontos támogatók, ja és a lovak fele is, na hát bele kellett szóljon. Ebben a mai ajándékozásban is 50 gyermeket várunk, nem tudjuk, hogy az idő ellenére hányan fognak mégiscsak elérni. Egy gyermekgyógyítós programunk futott, a megszokott Közösségért Alapítvány és a MOL Románia gyermekgyógyító programjának a keretébe és a támogatásával. Ez a harmadik megtartó lóerő programunk volt, ezt zárjuk le hivatalosan, illetve más fejlesztő és lóasszisztált programokat, amiknek a támogatóik a szülők voltak. És hát ugyanakkor most megragadom az alkalmat, hogy meg is köszönjem a támogatóknak, tehát elsősorban a Közösségét Alapítványnak és a MOL Romániának, akik ezt a programot támogatták, és hát a Magyarország kormányának a Betlen Gábor Zierti által, mert hát a mai nap sem lehetne így ebbe a formában nélkülük, ugyanis az ő segítségig kell készül ez a födeles építmény, ahol most mi vagyunk, illetve az ő segítségükkel járunk homokba és nem sárba, és hát gazdagodik, szépül a játszóterünk. A támogatóknak köszönhetően állatsimogatóval is gazdagodott az alapítvány. Kecskék, bárányok, pónilovak, szamarak várják ott az ismerkedő gyerekeket. A simogató is egyfajta terápiás céllal működik, akár csak a lovagoltatás. A lovasterápia egy multiszenzoriális fejlesztési mód. Nagyon szép eredményeink vannak, most már ez a 8. év, amit zárunk, 8. nyár, 8. évad, mondhatom úgy, és ez alatt az idő alatt nagyon sok és igazán figyelemre méltó eredményünk volt. Nagyon széles a diagnózisok palettája, akik hozzánk járnak. Tehát a gyerekek, a legtöbbük talán autizmus spektrumzavarral él, de vannak mozgásszervi rendellenességgel, érzékszervi rendellenességgel élők, küzdködő gyerekek is, és mindannyiuknál tulajdonképpen fejlődés mutatkozik a beavatkozásaink nyomán. Hát, hogy mekkora ez a fejlődés, ez most már egy nagyon relatív dolog, mert hát önmagukhoz képest fejlődnek ezek a gyerekek, de ha azt mondom, hogy van gyerek, aki a lóhátán tanulja meg a fejét tartani, vagy felülni, vagy a kezét használni, akkor ez egy átlagos fejlődésű család gyermekénél természetes, de ahol ez évekig várat magára, ez óriási nagy eredmény és óriási nagy öröm. Ugyanakkor nagyon szépen alakul a gyermekeknek a figyelmének és a koncentrálása. Találják meg a helyüket ezek a gyerekek is a többségi oktatásban. Ez a cél Gál Katalin szerint. Mint megjegyezte, ez nem történik varázsütésre, sokat kell dolgoznia hozzá a gyerekeknek, a szülőktől is kitartást követel, viszont az eredmény minden család számára örömet hoz. Gyilkos tókupa zajlott az elmúlt hétvégén a Gyergyó-Szentmiklósi jégkorongpályán. A 3 csapatos turnén sikerült itthon tartani az első helyért járó serleget. 3 napon át zajlottak a mérkőzések a Gyergyó-Szentmiklósi jégkorongpályán, ahol a gyilkos tókupát szervezték meg. Ezen a tornán a gyergyóiak mellett részt vett a Galaci cseszeme és a háromszéki ágyúsok csapata. A mérkőzések napjain megteltek a lelátók, szurkolókból nem volt hiány. A pénteki napon a piros-fehérek a Galaci csapatot látták vendégül, végül 5-4-es gyergyói győzelem született. Szombaton a 2 vendéggárda csapott össze, ahol 4-2-es eredményt produkáltak a galaciak. A kupa zárónapján a GHK a háromszéki ágyúsokkal lépett jégre, ahol látványos játékot követhettek a nézők, a végeredmény pedig 6-4 lett, Szilasi gárdája ezzel megnyerte a Gyilkos-tó kupát. Második helyen a Galaci cseszeme végzett, harmadik helyen pedig a háromszéki ágyúsak zártak. A mérkőzés végén kitüntették a találkozó legjobbjait, gyergyói részről Szigeti Ákost, az ágyúsoktól László Arnold kapust választották. A torna legjobb kapusának járó díjat a Galaci kaputvédő Onodi Otto érdemelte ki, legjobb hátvédnek a háromszékiek bekjét, Borsakov Alexandert választották, míg a legjobb csatárdíjat a fiatal gyergyói játékos Sándor Székely Ottó kapta meg. Szilasi Zoltán vezetőedző értékelte a gyergyói csapatjátékát. Túl vagyunk rajta. Ez a legfontosabb ezen a jégen. Elég nehéz volt jégkorongozni, hol vatt, hol lukak, hol púpok rajta. Elég veszélyes volt a pálya, de megoldottuk. Felkészülésünk egy részét képezte ez a torna, úgyhogy úgy is kezeltük ezeket a meccseket, rotáltuk a csapatot, próbáltunk, mivel két ellenfél, két meccses a torna, ehhez képes lehetőséget adni mindenkinek. A győzelmeknek örülünk, ha hibákat látni kell, azon kell dolgozni, van még 2 hét a rajtig, úgyhogy most ezeknek a áttekintése következik, és utána újra beleállunk a munkába. Ez egy állomás volt felkészülésünkben. Sok a kiállításunk, felesleges kiállításunk, illetve sajnos, amikor vezetünk többel, akkor elkezdünk egy kicsit könnyelműsködni. Ez volt ennek a 2 meccsnek a konzekvenciája, ezt Pest a kinti meccseken nem csináltuk, ott nagyon feszesek voltunk, ugye nyilván Zámki ellen nem engedhetted meg magadnak, de a Debrecennel is feszesek tudtunk maradni, és ugye Miskolcon is jól oldottuk meg. Ez a része nem tetszett, hogy mondom, tegnap előtt is és ma is több gólos előny tudatában kicsit könnyelművé váltunk, és ez a rossz jég megtréfált egy párszor minket, ezeket volna erősebben a korongon lenni sokkal, illetve minden esetben egyszerűen játszani, amikor azt a helyzet úgy kívántam volna meg. Ebből találtak gólokat az ellenfelek, ezt föltétlen ki kell javítani, mert a 20-ától ezt jobban fogják büntetni, mint itt. Szeptember 16-án elkezdődik a 2022-2023-as Erste Liga szezon, azonban a Gyergyói Hoki Klub számára szeptember 20-án lesz a rajt Debrecenben. Szeptember 15-én tartják a Román Jégkorong Szövetség tisztújító közgyűlését, ahol döntés születik többek között az elnök és az alelnökök személyéről, valamint az elnökség összetételéről. Mivel az elmúlt években a szakszövetség nem töltötte be a neki szánt funkciót, nem tett kielégítő lépéseket a jégkorong fejlesztéséért és káoszt teremtett a sportágon belül, ezért jó ideje egyeztetés folyik a Székelyföldön, Galacon, Brassóban, Bukarestben működő klubok között a változás, átalakítás lehetőségeiről. A székelyföldi klubok felkérésére és jó néhány székelyföldön kívüli egyesület támogatásával Nagy Attila, a Székelyföldi Jégkorong Akadémia ügyvezető igazgatója is megpályázza az elnöki tisztséget. Célja, hogy kizárólag szakmai alapon szervezzék újra az ország jégkorong életét, és egyebek mellett felszeretné számolni az egyéni érdekek miatt felkorbácsolt etnikai ellentéteket is. Megkezdődött a Hargita megyei labdarúgó-bajnokság küzdelem sorozata. A 2022-2023-as idényben 11 csapat harcol a bajnoki címért. Az elmúlt hétvégén megrendezett első fordulóban 2 esetben idegenbeli győzelmet, 3 esetben pedig döntetlent jegyeztek. 11 csapat tette le benevezését a labdarúgó 4. liga Hargita megyei csoportjának 2022-2023-as idényébe. A mezőny nagyjából a tavalyihoz hasonló. Idén is jelen van a címvédő VSK Gyergyó, továbbá harcba száll a székelyudvarhelyi Rozeál és a Golimpiákoz, az agyagfalvi Lendület, a Székelykeresztúri Egyesülés, a balánbányai Bányász, az etelaki Fenyő, a csicsói Ezüstfenyő és a Szárhegyi Bástya is, továbbá benevezett a Csíkszentsimoni FC és a Homoródalmási Homoród is. Szombaton délelőtt a Golimpiákoz Bányász találkozóval rajtolt az új idény. A kiegyensúlyozott találkozón a balánbányaiak szerezték az első találatot, a házigazdák pedig az utolsó percekben mentették döntetlenre a találkozót. A VSK Gyergyó homoródalmáson hengerelt, korán vezetéshez jutottak Cepesék, s meg sem álltak 7 találatig, amire a házigazdák egyszer sem tudtak válaszolni. Vasárnap délután úgy a Szent Simon-Rosszeál, mint az Etelaka-Szárhegy találkozó döntetlenre végződött. Előbbin 2-2-es, utóbbin 1-1-es eredmény született. A forduló záró meccsén már az első félidőben 4 gólos vezetést állított be a Gyakfalvi kiszállásán a Csicsói Gárda, a végeredmény pedig 3-4 lett. A székelykeresztúriak ebben a fordulóban pihentek. Az első fordulót követően tehát a gyergyói csapat áll a tabella élén, őket a csicsói ezüstfenyő követi. A második forduló összecsapásaira ezen a hétvégén kerül majd sor, a menetrendet a későbbiekben ismertetjük. Még egyszer röviden a nap fontosabb témáit. Nagyon sok változással új tanév kezdődött ma, a 2022-2023-as oktatási év 36 tanítási hétből fog állni. Evangéliumi és történelmi események példájára bátorságra bíztatta a híveket Böjte atya a Tatárdomnál. A Gyergyói Hoki Klub nyerte meg a Gyilkostó kupát, amit az elmúlt hétvégén tartottak Gyergyó-Szentmiklóson. Ezek voltak híreink ma, köszönöm a figyelmüket, a holnapi viszontlátásra! Műsorunk támogatója a Diego áruház.